mi dosta dobro poznajemo mađarski jezik, pa ipak nas matica izgleda ne želi. Tako da imamo jednu veoma lošu situaciju. Ovdje nas tuku, građani smo drugog ili trećeg reda, jer nije samo to u pitanju što nas tuku, nego imamo diskriminaciju i oko zapošljavanja i oko drugih stvari, a naša braća u Mađarskoj razmišljaju da li će nam pomoći ili ne, da li će nam dati državljanstvo ili ne. Jeste. Inače sam Mađarica čista i ne znam, ako je bilo ustava se ovdje, ja bi otišla. Da se u Mađarskoj boje toga da im oduzmu posao i tako nešto, ali mislim da toga ne treba da se boje, jer isto mogu da odem u Francusku, na primjer, ja da radim, ili u Švedsku gdje su mnogo povoljni uslovi. Jó napot kívánok! Vilma Walter köszönti Önöket, a Mix Rádió híradását hallják. Természetesen, hogy van jelentősége, de elsősorban szentimentális jelentősége van. Több mint 80 éves sebeket fog ez begyógyítani, ha sikerül. Mindannyian tudjuk, hogy se gazdasági, se adminisztratív szempontból nincs jelentősége ahhoz, hogy magyarországi előnyöket lehessen élvezni, magyarországi adófizetőnek kell lenni. De minden esetre a szentimentális jelentősége hatalmas, és fontos emiatt is. Éppen ezért fáklyát és gyertyát gyújtottunk, hogy ezzel is kifejezzük Székelyföld, elsősorban itt most Sepsiszentgyörgyön a Sepsiszentgyörgyi Magyarság igen határozott igényét, hogy igenis területi autonómiát akarunk Székelyföldön, igenis a magyarság igényeli a kettős állampolgárságot.